A Zentai Fogyasztóvédelmi Központban még nem tanácskoztak a szakszervezetek kezdeményezéséről, viszont az elnökük úgy tartja, hogy a vasárnapi munkabeszüntetéssel sérülnének a vásárlók jogai. Elmennek dolgozni az emberek reggel 7-től, nem tudom, este 5-6-ig, alig várják, hogy hazaérjenek, és egyedül az a vasárnap maradt, amikor a családdal esetleg elmennek ilyen nagy bevásárló központokban bevásárolni egy egész hétre. Az általunk megkérdezett zentai polgárok viszont úgy tartják, hogy a boltoknak zárva kellene lenniük vasárnap és ünnepnapokon. Én sajnálom az eladókat, van családjuk, legyen nekik legalább a hétvége, együtt a család. Az biztos, hogy szombatig be lehet vásárolni, aki akar. Szerintem az jó dolog lenne, hogyha bezárnák vasárnap. Azoknak az embereknek is szükségük van a pihenőidőre. A nagykereskedések képviselői ellenzik a leginkább a munka beszüntetését vasárnap és ünnepkor, mert a polgárok többnyire ilyenkor végzik a nagy bevásárlást, vélik a Szerbiai Munkaadók Uniójában. Az Újvidéki Univer Export üzletláncban viszont támogatják a szünnapot. Mi ahhoz a félhez tartozunk, amely támogatja az e fajta kezdeményezéseket. Cégünk készen áll a jövőben is tárgyalni a téma kapcsán. Elvben támogatjuk azt, hogy a vasárnap ne legyen munkanap, ami összhangban van a munkaügyi törvénnyel is. Ezt a napot a magánéletre, a kikapcsolódásra, a gyógyulásra kell használni. Támogatunk minden erre vonatkozó kezdeményezést, de szükség van egy széleskörű dialógusra a szakszervezetek, a munkáltatók, a kormány és az illetékes minisztériumok között, hogy erről megfelelően dönthessünk. A nagykereskedéseknek ez nem jelentene problémát, de a kiskereskedések működése veszélybe kerülhet egy ilyen döntéssel. Zsivkovics rámutatott arra, hogy a kereskedőknek alacsony a bérük, nem fizetik ki nekik a túlórát, és gyakran dolgoznak feketén.